Az elmúlt hét elejétől kezdődően a napi esetszámok növekedése jelezte, megérkezett a koronavírus járvány második hulláma Magyarországra. Vasárnap reggelre már rekordszámú 292 új fertőzöttet regisztráltak, hétfőre virradóan további 178 személy betegedett meg, egy személy pedig belehalt a vírus szövődményeibe. Jelenleg összesen 1763 aktív fertőzöttet tartanak számon az országban, ez duplája az egy héttel ezelőtti adatnak. A vírus gócpontja továbbra is Budapest, valamint Pest és az azt körülvevő megyék, de az elmúlt napokban jelentősen növekedtek a számok a keleti régióban is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 172 igazolt esetről tudnak. Mátészalkán 3 új megbetegedést regisztráltak a napokban, erről Hanusi Péter polgármester beszélt legutóbbi közösségi oldalán közzétett videójában. Ketten külföldről hozták be, fogalmazzunk így, a vírus, tehát az ő megfertőződésük egyértelműen visszavezethető külföldi tartózkodásukra. Hála Istennek ők jól vannak, és gyakorlatilag alig várják, hogy a 2 negatív teszt után felszabaduljanak a karantén alól. A harmadik Covid-dal fertőzött személy, mátészalkai lakhelyű személy pedig, ahogy már több fórumon elhangzott, egy betegellátó intézmény szakdolgozója. A kormány a járvány erősödése miatt pénteken tárgyalt az újabb szigorító intézkedésekről. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfó alkalmával bejelentette, Magyarország szeptembertől lezárja a határait. Az utazási korlátozások világossá teszik, hogy külföldi állampolgárok személyforgalomban, vagyis autóval, vonattal, busszal, repülővel vagy akár gyalog nem léphetnek Magyarország területére. Számukra kivételes esetben van lehetőség a belépésre, ezek közé tartozik a bírósági tárgyalásokon való részvétel, üzleti tevékenység, egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi kötelezettség teljesítése, fuvarozási tevékenység, házasságkötés, keresztelő, temetés, hozzátartozó gondozása, ápolása és kiemelt jelentőségű nemzetközi vonatkozású sport, kulturális, illetve egyházi rendezvényen való részvétel. Ezen felül méltányossági okokból az országos rendőrfőkapitány engedélyezheti a belépést. A belépés iránti kérelmet elektronikus úton magyar és angol nyelven lehet benyújtani, abban fel kell tüntetni a beutazás célját. A tilalom alól felmentett külföldiek a határnál egészségügyi vizsgálaton esnek át, amennyiben azonban felmerül a fertőzés gyanúja, nem léphetnek be Magyarország területére. Ugyanez a vizsgálat vonatkozik a külföldről érkező magyarokra is. Esetükben, ha lázat vagy bármilyen tünetet tapasztalnak a vizsgálat során, kijelölt karanténba vagy házi karanténba kerülnek. Ha tünetmentesek, 14 napos, a járványügyi hatóság által kijelölt vagy hatósági házi karanténba kell vonulniuk. A kormány világossá tette továbbá, hogy az előzetes tervek szerint hagyományos keretek között indítják el az oktatást szeptember 1-jén. 2 héttel ezelőtt az intézmények már megkapták azt a járványügyi intézkedési protokollt, amely tartalmazza az iskolákban indokolt legfontosabb óvintézkedéseket. Fontos szabály, hogy szülők nem léphetnek be az épületekbe, az ő felelősségük továbbá, hogy bármiféle tünetet mutató gyermeküket semmi esetre sem engedjék el óvodába vagy iskolába.